Mai vendégem Balázs Péter, tényleg túlzás nélkül mondhatom, hogy az egyik legismertebb és legjobban szeretett magyar színész. Számtalan előadás, TV felvétel, film kapcsolódik az ő nevéhez, ezek országosan ismertétették. Azt azonban már nagyon kevesen tudják róla, hogy az egyik első, ha nem az első magyar színházi ember volt, aki nyíltan vállalta azt a jobboldali konzervatív értékrendet, amelyben hisz. Emiatt aztán valami páratlan támadás sorozat indult ellene, nyilván nem függetlenül attól, hogy megpályázta a szolnoki színház vezetői székét. És ezt a pályázatot aztán meg is nyerte. De később pályázott a Víg színház igazgatóságáért is, majd mindjárt tőle magától hallhatják, hogy ezt végül miért adta fel. Hogy milyen volt megélni ezt a hihetetlen sok támadást, átélni azt, hogy valódi tüntetése néha akkor is őt mocskolták, amikor igazából nem is nagyon volt köze ahhoz, ami ellen éppen tüntettek. Erről nagyon őszintén beszélt. Ahogy arról is, hogy az elmúlt években hogyan küzdött egy nagyon súlyos, halálos betegség ellen. Balázs Péter volt a vendégem. Vendégem Balás Péter Kosudír színész. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy a meghívásunkat. És hát nagy örömmel látom újra önt ismét. Jó pár éve nem volt már alkalmam mm. önnel beszélgetni, és azt kell mondanom, hogy csillog a szeme, ragyog, leültünk ide, beszélgettünk, rögtön elkezdett mesélni emlékeket, történteket. Úgy látom, hogy jól van. Köszönöm istennek. szépen. Azért viharos volt az elmúlt néhány eszendő. Én azt gondoltam, hogy a közönség, meg a nézők, akik hát hogy megismertek ez alatt a 60 év alatt, hát az mentesek legyenek azoktól a nehézségektől, amelyek engem, mint magánember értek egészségileg, és a Jóisten, hálás Istennek, hát segített ebben úgy, hogy ugye nagyjából átvészelünk. Bár ez a betegség, ami elkapott öt éve, és egy operáció után vagyok, úgyhogy ez, ez igazából soha el nem hagyja az embert, hogy ragaszkodik az emberhez, de azért, hogyha bízik és, és, megfogadja azokat a tanácsokat, és jól reagál ezekre, az nagyon fontos, azokra a gyógyszerekre, amit kap, akkor azért látja, hogy mosolyogni tud, és Hát, ez nagyon-nagyon érdekes dolog. Nagyon sok sorstársam, meg hát társam, akivel találkoztam ez alatt a 5 év alatt, és, és az, az a jó, amikor találkozom, mert amikor már nem találkozik az ember, akkor a vége van a dolognak. Nézze. 65-ben végeztem a főiskolát, ami azt jelenti, hogy 61-ben érettségiztem, és négy év volt akkor még a főiskola, és attól kezdve a színpadon voltam egészen a legutóbbi időkig, amíg a Szolnak Szigligeti Színház igazgatója voltam, meg még rátettem két évet, de már hát nehézségekkel küzdöttem akkor. És ha nincsenek, mondom, jó orvosaink, ha nincsenek, nincs olyan csodálatos háttérországon feleségem, aki, és a családom is, aki ebben segített volna, akkor lehet, hogy más kimenetelű rólam beszélnének, és nem velem. De hát, adja Isten, nem kopogok itt, mert bereng, adja Isten, hogy, hogy így legalább így de haladjon tovább az élethez való viszonyom. Na, ennyit gondoltam csak az, hogy egyáltalában azért tudni kellene, hogy már miért nem játszom, meg, meg nem, 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 csak azért, mert elfáradtam, meg elég volt, meg azért ennyi idő után, 40 év, 50 év, az elég munkából, és annyira soha nem volt a hogy állandóan én ottan elől beszéljek, és mindenről meglegyen a véleményem. Hát csodálatos pályát futottam be, de hát nem akarok elébe vágni a dolgoknak. Már természetesen a csodálatos, az a saját szemszögömből mondom, hogy részt vehettem olyan dolgokba, ott lehettem olyan dolgoknál, aminél hát több ember csak történelemkönyvből, könyvekből, vagy olvasmányaiból ismerős. Például? Hát például most a, a, a színészetre gondolok. Hát a, 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 a hogy hívják, a, 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 na most hirtelen akartam kimondani, mert annyi hely, helyen voltam tényleg, és nem jut eszembe hirtelen, amit akarok mondani, de ez is látja, tehát mikor már az ember egy kicsikét nehezen, nehezen szedi össze magát a gondolatai, és nem, én folyékony beszélő voltam, és annak, de gondolkodni kell, akkor az már, az már meg kellene talán kimélni a, a nézőt attól, hogy, ez, hogy izguljon, Most hogy ki -e. Én azt mondom, hogy ezen abszolút ne aggódjon, hát ezt szerintem mindannyian is, még én is ismerem, amikor az embernek pont egy olyan név vagy egy hely, az Igen. Istennek nem jut az eszébe, ami pedig már itt van a nyelve egy ilyen, ez egy gyakori dolog. Hát szóval hogy István a, a, a király. meg, azt akartam mondani ott. Én nem akartam olyan. befolyásolni, ezért de, nem akartam mondani de, semmi nevet. De akár a, a popfesztiválnál akár. hogy már ezt akartam, igen, hogy arra gondol, Igen, igen. igen meg, meg egyáltalában nagyon sok olyan dologba, amiben más is ott lehetett volna, de én voltam ott. Én. És ezért, ezért hát részt vehettem olyan, hallhattam olyan dolgokat, részt vehettem olyan dolgokba, amiben hogyha az ember nincs ott az a esemény mellett, akkor, akkor az valahogy elhagyja őt, is és más fele kell kereskedni. Aztán maga az, hogy, hogy megpróbáltam a színigazgatást, és ebből egy 14-16 év szolnok lett, amit nem úgy kell elképzelni, hogy a Pesten végig játszottam is, még az előző színházamba, aztán azt abba hagytam, mert mondjuk az én általam megfogalmazott jövőkép, színház, stb. eléggé elütött attól, amit ahova hívtak vendégnek történt, úgyhogy abban azért nem akartam részt venni, mert mondom, jó, kapok érte pénzt, de én más hirdetek, és akkor oda menjek, hogy egy szerepér vagy kettőért másként vélekedjek, vagy azt higgyék az emberek, hogy na ez délelőtt, ezt mondja este meg azt, úgyhogy azt abba hagytam aztán, úgyhogy csak a, a szolnok maradt. Ez Bár, hova nem akart menni akkor ezt? Az a, a, a Vigszínháztól jöttem én el, ott mondtam én föl annak idején, és aztán eltelt jó pár év, és akkor visszahívtak vendégnek, meg stb. És aztán játszottam ott több darabban, de aztán a mandóban nem volt kedvem ezt csinálni, mert másfajta Igen, 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 95 96 25-26 év után mondott fel a kottát, és hát ugye 2000... Hét. Tehát ez később volt, 2000 igen, ben Igen, igen, Na de igen. de akkor közben azért visszahívtak fel, mondom, volt egy uh -huh. két-három év, vagy másfél év. Emlékszem, hogy hogy Hát ahogy fölmondom, ez az akkori igazgatónak nem esett jól, és, és hát minden szerepemet elvette, ami egyébként játszottam, tehát... Marton László volt. Marton László volt az igazgató, igen. És, és hát jó, aztán valahogy úgy adódott a sorsa azok szerepek játszóin, az egyik, nem tudom, beteg lett, a másik elment, a harmadik, hogy hát visszavenném-e a szerepeimet, meg kaptam egy másikat, és mondtam, hát persze visszavér. Nem voltam egy sérdő, akkor sem megsértve. Én tudomásul vettem, meg változik a világ, hát én, benne én is, más helyet foglalok el és emlékszem, a feleségem állt a telefon mellett, azt mondja a, 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 a Marton Laci, hogy akkor majd az Egon az volt, a gazdasági igazgató. Majd az Egon fölhív és akkor megbeszéli a, a anyagi részeket. Mondom, nem, én megbeszélem én veled. Azt mondja, hát akkor mondd a feltételedet. Most már nem, most ha azt mondom, hogy ez, ennyi, az a mai hát mai helyzetben ennyi év után már nem fedi azt, azt az Hát akkor mások voltak a gázik, kevesebb volt természetesen az egész, de más fajsúlyt képezett akkor. És mondok egy összeget, ami hát meglehetősen ne sok volt, vagy magas volt, és a feleségem mit csinált, hogy van. Ebből úgy hallgatta ő is. És mondom, maradj, csönd, nagy csönd, és akkor egyszer csak a hosszú csönd végén megszólal, a Laci, hogy rendi cseh. <laughs> hogy olyan, hogy is mondjam, csak olyan szólásmondás lett ez, hogyha valami úgy sikerült, ahogy a színészek akarnak mondani. Rendicsek. Hát aztán úgy, úgy játszottam, hogy mondom, egész addig, amíg, amíg a két-három. Igen, Igen, most, hogyha visszafele haladok, akkor, akkor, akkor kezdjük talán ezzel, hogy amikor ebben a szituációban, amikor kinevezték, hogy kormány volt akkor, Igen. és ez egy nagyon furcsa, talán a legelső volt ön, akit egy vidéki város színházába úgy neveztek ki színházigazgatónak, hogy a budapesti vélemény megmondó emberek ellenében. Tehát Szalai Ferenc azt mondta, polgármester, hogy neki ne diktálják Budapestről, ö, okos emberek, hogy már pedig ki legyen a a, a, színházának az igazgatója, mert csak azért se diktálják, mert nem ők adják a pénzt, mm -hmm. nem ővék a felelősség, hogy aztán megtelik-e a színház. Hozzá kell tenni, hogy ön egy kiürült színházat vett át, ahol Én. az volt a cél, hogy újra odaszokjanak a nézők, és az is hozzá tartozik, hogy azért nem egy olyan művész színház volt, ahol minden héten George Strayer meg, meg, Robin Wilson, Robert Wilson, Már ezt a akarták rendezett. Igen, ezt akarták elhitetni, hogy ez egy olyan művész színház, amiért kár. Ugye hát egy, egyrészt közel van Budapesthez, sokan kötelező volt még a mi időnkben is lemenni e, vidékre, és olyan hosszú ideig tartott ez az idő, amíg le, bizonyos korosztályok lementek vidékre, és onnan felszerződtek nemzeti ez vagy a madáshoz, vagy valahova. Olyan hosszú volt, hogyha ezekből példákat veszünk ki, akkor tényleg sok jó színész volt ott, aki pesti színész lett, és itt is befutotta azt a pályát nagyjából, amit elképzelt magának. És úgy volt, hogy, hogy a szolnoki színház futotta azt a, hogy is mondjam csak, vidéki színházi létét, ami egy ilyen, mindenki azt csinálja tulajdonképpen, egy ilyen eklektikus műsortervet, próbál összetákolni, vagy összeszedni, attól függ, hogy milyen erők vannak ott a színháznál, színészi erők, amelyben hát egyrészt könnyű műfajból is bemutatnak darabokat, zenés produkciókat, egy-két drámát, szóval hogy ahogy olyan vegyes. Most én gondoltam, hogy én egy ilyen ezt elnevezem népszínháznak, hogy népszínházi műsortervet viszek, aminek tulajdonképpen a Vígszínházba bemutatott színdarabok voltak az alapja. Mert a Vígszínház ugyanezt csinálta mindenhol, abban a lehetőséggel, hogy az éppen az előbb említett Marton Lacinak olyan összeköttetései voltak, a Marton Ferrár kiadó, aki ezeket a a színdarabokat csak rajta, rajta keresztül lehetett megszerezni, e, brokkoli szálak, fűszék, azért is került elsősorban oda várkonyhoz, mert ő nagyon nagy érzékkel nyúlt az ilyen dolgokhoz, hm. hogy a lehetőség meglegyen, hogy hát ezeket megszerezték, ezeket a darabokat, mely olyan, olyan populáris volt, de nagyon népszerű, Népszerűen tudta elővezetni azokat az akkor divatos gondolatokat, vagy a színházról alkotott véleményt, és ezért, ahol másfajta színház volt, tehát nem volt az a lehetőség, hogy megkapja a lehetőségét, hogy bemutassa ezt. A Ja, azt a színdarabot, amire gondolt, hát az egy kicsit nem, hogy lemaradt, hanem más fele kellett gondolkodnia. Ugyanakkor pedig a, a szocialista realizmus dühöngött mindenhol, és állandóan azt akarták bepréselni a színházakba különböző, hát, szocialista országok színdarabjait. A darabokat, Amelyek között volt egy-két jó, és, Én, hát. és mivel a színészek között meg volt sok nagyon jó, a rossz darabokról, vagy fáradt, vagy gyenge darabokról is tudtak olyat csinálni, amely izgalmas volt, és az emberek szerették megnézni. Ez azért nem nagyon jó dolog, de hát emlékszem, hogy így volt. Na igen, és akkor eljött ez a pillanat, amiről most beszélünk, hogy hogy ön, ön pályázott, és hát olyan hihetetlen tiltakozás és támadás sorozat indult el. Itt, itt Aser, Tamás, Hegedüsdé, Géza sajtótájékoztatót tartott ön ellen, tiltakoztak. Na most itt olyan emberekről beszélünk, akit ön akkor már évtizedek óta a pályán lévén nagyon jól ismert. Fölhívták? Tehát személyesen is beszéltek önnel, hát, hogy ne pályázol, vagy, csak, vagy csak a nyilvánosság előtt zajlott ne, az üzengetés a meg a támadás? Bár fölhívtak, a, a Jordán Tamás fölhívott Pécsről, csak az értékelhetetlen volt a beszélgetés, mert, mert előtte olyan ajzószereket fogyasztottam, amelynek következtében nem lehetett megérteni, amiről beszélt. Egyszerűen csak be volt rúgva, de hát ilyen előfordul. Egy a lényeg, hogy nem akarták engedni azt, hogy szólnokon ne liberális színház vezetés legyen. Nem, hogy mi legyen, a vezetés legyen az. Hogy, az, hogy a mi, mi kutyánk kölyke vezesse ezt. Nem, hogy jön ide a Balázs Péter, hogy, ez, hogy, hogy egy színházat igazgasson. Aztán, hogy elmúlt egy pár év, és a színház ilyen nagyon-nagyon sikeres, azt soha nem ismerték el, ugye, mert az azt jelenti, hogy hogy ez egy bulvár színház akkor. Tehát egy bulvár színház, és azért van sikere. Tehát, hogy hiába mutattam be én, tudom én, hatalmas sikerrel, Bíró Lajos Sárga Lilian című darabját, amely olyan erővel csapott le a századfordulón írta ezt, és aztán utána ugye ő a Korda, Korda Sándornak, Alexander Kordának lett a, a jó munkatársa és barátjaként londoni filmgyártás megalapítói között Igen. van. És, és valami fantasztikus. Hogy az nem, azt mondom, hogy ők csináltak egy másik, a, amiben átírták a színdarabot, hogy, 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 mindig, mindig valami, valami, olyan furcsaság legyen a színházban, ami néha, és nálam is azért, hát betelt a pohár, és mondtam, hogy olyan színházat nem akarok én csinálni, hogy ahol a asztalra ülnek, és a földről lesznek. Hát mindig mind valami olyas, olyan, olyan szándékoltan ellene a normalitásnak ment, aminek a következményeit ma, azt hiszem, és nem csak a színházi világban, hanem a, a világban, hát ugye megszenvedünk és látunk, mert valami borzasztó, ami történik a, a világban, és, és, hát nem tudom, hogy hogy tud majd ebből kielvickélni az emberiség. Most már két iszonyatos háború is zajlik egymás mellett, hát rettenetes. Egy pillanatra, mindjárt fogunk erről beszélni, Igen. még visszaugunk egy pillanatra ide, hogy ugyanis, Gondolja, hogy esetleg ez egy olyan, a rendszerváltáson is átmenekített még a kommunizmusból, a szocializmusból hagyományozott kultúrterror volt tulajdonképpen, hogy mindent ők akartak megmondani, hogy mi legyen? Hát igen, az volt, de nem... Hozzászoktak. Igen, Legyven de nem mondanám, hogy év... volt, hogy... hogy... Ja, hogy nem hogy volt, hanem, nem, hanem van. van. Hm? Ez egy folyamatos dolog. Hm. Folyamatos dolog, mert ez folyamatos dolog. És mindig jönnek újak, újjak, akiket be lehet etetni arra, hogy ezt kell mondani, és ez akkor jó, hogyha ezt, ezt hangsúlyozunk, és az meg nem jó. Hm. És és nagyon nehéz a, nagyon nehéz a harcot fölvenni vagy fölvenni egyáltalában, vagy harcolni, vagy nem, mert ez, ez a terület, ez a, ez a művészi terület, nem a harcnak a területe, és miközben látva látták, hogy azt lehet csinálni az összes színházakban, amely akkor, mint első voltam ebben a szolnoki társulat vezetésében, azt lehet csinálni a többiben, amihez, amit ők szeretnének, nem, hanem ére, érezték azt, hogy, hogy valami felfeslik, egy szál kijön, uh -huh. és azt se szabad hagyni. Nem szabad, mert akkor jön a következő, következő. De... Azt mondja, nehéz az, bocsánat, ezt nem akarok szavában szóval vágni, csak, csak, ehhez kapcsolódjunk azért, hogy mi volt az, ami önnek segített, hogy kitartson, mert voltak, és ahogy mondja, vannak mai napig ö, emberek, akik, ö, akiknek elegük lesz. Tehát most például Keller András végül uh -huh. úgy döntött, hogy akkor mégsem fog a a rektori ö, 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 posztjáért indulni, vagy ezt elvállalni. Igen. Nyilván elege lett a támadásokból. Bozsi Kivett korábban Igen. beszélt arról, hogy amikor ő a trafót vezet, Igen. neki is abból elege lett, hogy ö, kolá, korábbi kollégáiból, pályatársaitól milyen hihetetlen támadásokat kapott. Ön hogy tudta ezt kiállni és kitartani? Megérte, megérte hiszen második alkalommal már politikától függetlenül egyhangulag megválasztották önt politik, Az összes képviselő, ami azt jelzi, hogy megszerették önt, sikeres volt, amit csinált. Tehát mi a, volt az, ami segített? Hát tulajdonképpen ez De a, még a akkor siket, te lehetett tudni? Azt amikor, nem lehetett tudni, de állt. az első, első évad, tehát az uh -huh. első évad olyan erővel csapott le, de részben az, hogy uh, a kis József nevezetű kollégámnak, vagy írónak volt egy színdarabja, amit én ismertem, mert uh, már olvastam, az a 56-ról szólt a, és azt mondtam, hogy az első évadom 2007, október 23-án azt mutassuk be. Erre azt mondta sok ember, aki ott a színházal dolgozott, és munkakörét megtartva ott maradt, de többen, akár Pesten is, hogy jó, ha nem kéne mert akkor abból megint egy nagy. Mondom, meg nem. Szóval nem tudok úgy, úgy vezetni egy színházat, meg úgy hozzáállni valami, az, hogy jaj, akkor abból mi lesz. És hát ebben nagyon szép siker lett, főleg az volt benne a siker, hogy volt, hogy, hogy lett belőle. Akkor az első évadban mondom, a másik a fekete szárú cseresze, ami a délvidéki, és tulajdonképpen a, a hát, amikor Magyarország bizonyos részeit el Trianon elveszti. Júj, nem, mert ebből volt rá, de nem, hát erről, szerintem erről szól az, erről is szól az, hogy olyan kérdésekkel foglalkozunk, engem ez a történelemnek ezek a részei jobban érdekelnek, ezen kívül végtelenül szeretem a századforduló magyar színpadi irodalmát, Bródi Sándortól, az előbb említett Bíró Lajoson át, de Hunyadi Sándorot. Tehát azok olyan színdarabokat írtak színészeknek, amiben csodálatos lehetőségük volt a színészeknek alakítani egy szerepet, és ugyanakkor a bondani valója a darabnak pedig olyan erős volt, amely száz év után is megfogja az embert, akár lírailag, akár gondolatában, és ezt a közönség egy pillanat alatt gutírozta, és azt mondta, hogy én szeretem az olyan színházat, ahol, amiben a jelen színdarabjai közül a padlás is elmegy, de azért a hunyadi darab, és, és olyan eklektikus műsor tervet sikerült összeállítani, plusz volt egy, egy ilyen nem várt adó a kezembe ez a Szilveszterig műsor, ami eh, hát akkor hétbe, hét, nyolc Szilveszterén volt az első, ami még én ott voltam végig minden Szilveszterkor volt, ahol olyan vendégeket tudtam meghívni akár énekeseket, akár táncosokat, akár, akár a könnyű, akár a, a, az opera irodalom kiválóságát. Tehát egy, beindult egy olyan, olyan színházi konjunktúra ott, amihez nem kellett, hogy mondjam, hozzányúlni, és még valami, vagy nem lett volna szerencsés hozzányúlni, és még valamit, amit már említettem az elején, hogy, hogy Ambicionálták ezt a kollégák is. Tehát, amikor, amikor valakinek rá az, az jutott ki, hogy ő csinálja ezt, akkor teljes szívvel, lélekkel csinálta azt, és nem nem mást akar csinálni. Szóval, nem, ne, nem hogy csináljunk-e? Igen, de én azt gondoltam, és akkor, akkor elkezdődik a belső húzakodás, és akkor az az kárául van tulajdonképpen a színház sikerének. Na, ez aztán el is jött, aztán ez eljött, de az már 16 éve, vagy 16. éve, 15-16. éve. Igen, mert hát egy szónokon egy színház van. Közben azok, akik teljes erőbedobással Segítették ez mellette voltak otthoni beszélgetések, gondolom. És gondolom, hogy miért nem mérő, miért nem mér? Miért miért? Hát tehát mindig ez van, ugye? Jó, miért hát nyilván szervétel. most nem csak színházban, minden munkahelyen Igen. előfordul az, hogy, hogy hogy nyilván mindenki minél jobb pozíciót akar megszerezni. De azt lehetett tudni, hogy ön, ön valami hihetetlenül, nyilván színészként fontos volt önnek, hogy Odafigyelt, vigyázott a színészeire. Tehát lehetett például azt tudni, hogy milyen jól megfizették őket, hogy ön erre is odafigyelt, hogy egzisztenciális gondjuk ne legyen. Hát az, például. Egy, Ami azért nem, én, egy, nem én egy apró én, dolog. Én, nagyon is fontos. Én mint színésze mondtam valahol, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jól érezze magát a színháznál, jó szerepeket kell, hogy kapjon, és jó fizetést. Ha ez a kettő nincs meg, nem érzi jól magát. egy ideig törekszik, meg akarja csinálni, meg még neki nem a pénzéri, nem a hírnévéri, nem a, de ez kamú, ez nem, nem, igaz, mert valóban kell. Na most egy, a, a, a színház azért ment nagyon, mert ugye tudjuk, vagy szegény közönség, nem tudom, hogy tudja, de annyit kapott, hogy lehet, hogy már diplomázni tudna belőle, ugye dotációból tartja fönn magát az összes színház. Mert olyan magas jegyárakat kéne kérni, amelyeket nincs fizetőképes kereslet, ami most a egyszerűség kedvéért mondom, meg közben ezek is átalakultak, meg hogy legyen, mint legyen. A végén már az volt, hogy az önkormányzat, aki finanszírozza a, színháza, a város színházát, és a felét megosztotta az állami támogatással. Tehát mondjuk 400 ezer forint támogatást adott az állam, akkor 400 ezer forint az önkormányzat, és akkor abból elért a színház. Ha olyan színházat vitt, aminek sikere volt, akkor volt saját bevétele, uh -huh. ami elengedhetetlen ahhoz, hogy hozzávetőlegesen is jó körülmények között dolgozzanak a színészek. Most ez megvolt a Szolnoki Színháznál. Annyi saját bevételünk volt, ami arra lehetett fordítani, persze a színházzal kapcsolatban, amire akar, tehát magad döntötted el. Én azt döntöttem el, hogy miben nagyon mentek az különböző előadások, száz százalékig eladtak minden bérletet, bérleten kívüli előadás, ezért a színészeket és a dolgozókat fogom megfizetni abból a pluszból, amivel így, mert hogyha nincs bevétel, akkor nem tudsz adni neki, mert a támogatás éppen arra elegendő se, vagy ja, igen, hogy működjön, működjön az egész. Uh -huh. Igen, mit tud egy, egy színház tud csinálni akkor, amikor ez a szituáció, amit ő mond, hogy siker van, hogy teltházzal megy minden, a bérleteket eladják, és akkor... A baloldali sajtó meg megírja, hogy hát nincsenek nézők. Hát. Ami, tehát egyszerűen nem igaz. Mit nem lehet most... ilyen kocsán széttárja a karját, vagy nem olvassa? Vagy... Hát igen, igen, ezek az utóbbiak a lehetőségek, mert alig várják, hogy egy vit nemtelen vitával bele, aha. Tehát ebben nem e... szabad bele áh. reagálni. Aha. Hát ezt írják, De... és még hasonlókat, és, és különböző hát nem telen és nem becsületes dolgokat, de az ember, hogy is mondjam csak, bírja, amíg bírja, az eljön, eljön, egy időszak, időszak, hogy azt mondom, te elég volt, elég volt ebből, és kösz szépen. Nem, nem volt. Nagyon érdekes, mert De most vendégként egy... rendeztem a Lent Veszprémben. Uh -huh. Ugye a pályámat Veszprémbe kezdtem. Igen. És, és hát a Robert Frank Pali, akivel közös színészetünk a Vikszínházra, nyúlik vissza, és fiatal ember volt, és jó barátságban vagyunk, volt olyan kedves, hogy meghívott. Nem akartam elmenni, egyrészt, mert már, amiről az elején mondtam, hát nem okozott különösebb, könnyű dolgot elmenni, meg bevenni, meg odafigyelni, meg nem tudom, de olyan szeretettel hívott, és és segített, mennyivel, lehetett, hogy elvállaltam. Na most ebben az évben, ami igen, most annak a második részét tölti minden színház. Ott ilyen felmérést csináltak, hogy az évadnak a legjobb, legsikeresebb darabja. És hát az a darab lett az, amit én, én rendeztem. Na most ez egy olyan, olyan érzés, aminél többet nem kívánhat az ember, hogy miután egy, a másik, ahova mindent tettem, ahol mindent elvittem, és 16 éven keresztül, az gyorsan most, most én vagyok itten a főnök, és most én mindent másképp fogok csinálni, helyett egy olyan gesztust gyakorol tulajdonképpen, ami nem is ő gyakorolja, hanem a közönség, aki, aki beültem én is megnézni a premiert, az utolsó sorba ültem, és ahogy jött ki a közönség, Hát tényleg számomra fölemelő volt az a szeretet, amivel oda néztek, meg egyáltalában kezüket fölemelték, mint egy óva. Szép Fény volt. Hát ez, ez így van. Hát ön, ön, ön nagyon hamar, már a pályája elején az egyik legismertebb és legszeretettebb színészet, ha. és ezt tudom, hogy ki is tartott, tudom, mert talán Radó Döniz volt az, aki a műsorban mesélte, hogy szolnok, a nem lehetett úgy végigmenni önnel az utcán, hogy, hogy, hogy ne jöjjenek oda mosolyogva, ne gratuláljanak, csak egy szót ne szóljanak önhöz. Ami ami nyilván látom, hogy így felidézi az emléket, hogy mennyire jó, valahogy borzasztó nagy az ellentét e közt, meg a, amiköz beszélünk, a, a, vagy amiről beszélünk a másik, a támadás. És most nem csak a, a, nem csak a, a sajtóra gondolok, hanem hanem a, a kollégáira. Tehát valami miatt ez önkörül nem csitult. Tehát még 2019-ben is, amikor az új színházi törvény ellen tüntettek, akkor Pintér Béla egy beszédében a tüntetésen, Miért is? Jó kérdés. De van hihetetlenül nemtelen és mocskolódó megjegyzést tett önre. Ne, nem tudom, hogy egyáltalán az ember ilyenkor, ilyenkor mit tud tenni. Hogy tudja megőrizni a nyugalmát, meg az életkedvét, meg a hát Igen. Vagy elköveti azt a hibát, hogy azt mondja, ki ez a Pintér Béla? És azt mondom, mit akar. Hát, amit ami, hogy is mondjam, csak amíg, hát jogi útra nem terelődik valami, de hogy mondjam, hát se ezt mondta ki És azt mondta, azt, most nem akarom, így, már elmúlt, nem tudom, mikor volt, de elmúlt, és fölidézni, és, és egy viszont válaszol, mert meg tudnám én is hát bántani, vagy, vagy, vagy fölkapná a fejét, hogy Ennyi mindent lehet, hogy nekem, nekem mindent lehet. Hát nem, nem. Hát ezért aztán, mivel ebben a nagy színház szeretetemben és, és uh, színész szeretetemben, azért még az is belefér, hogy ennyi. Tehát, hogy abba hagy. Szóval, nem. Nem reagálni? Ne, igen, és nem. nem. És elviselni? Be, el, 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 tehát nekem ugye hát a színészek közül nagyon sok eh, nehéz helyzetet láttam a magánéleti eh, szférából, és és hát sokat szenvedtek, és kapcsolatok bomlottak föl, amelyek nem bomlottak föl, hanem még, és újra kezdődtek, és én nekem megvan az a rossz tulajdonságom, vagy talán jó, hogyha valamire egyszer azt mondtam, hogy nem, nem csinálom, nem elég volt, akkor nem csinálom, nem, nem megyek oda, és te ide figyelj. Nem én voltam, aki elkezdte azt, hogy, hogy nekem jogom van-e, vagy van -e, van -e valami akadálya annak, hogy én egy színházat vezessek. Egy biztos, hogy a, már említette a <laughs> Radó Dönisz, aki, de a többiek is, olyan nagyon érdekes, hogy élvezték azt a fajta, e, hát igazi, jó színházi légkört, ami ott volt szolnokon, és a, miután ez elmúlt, mert hát óvatatlan más vezet, az másként képzeli el, a gazdasági ö, mutatók nem engedték meg azt, hogy a fönnmaradjon az a fajta ö, ö, hát, ö, magas jövedelem, ami, ami alattan volt. A színészek meg nem tudnak hova menni, kénytelenek ezt elfogadni, és akkor fölmerül a kérdés az őket nagyon szerető és annak 16 év is tápoló emberben, hát ez is jó, ez is így is jó nektek. Hát, ha így is jó nektek, akkor miért küzdöttem én azért, hogy, hogy az olyan jó legyen, hogy, hogy ne így legyen, mert kénytelen elviselni, nem tud, nem tud mit csinálni, nem tud hova menni. Hát Pestre nem szerződtetik, mert ott már szerződtették azt, akit nem kellett volna, és arra vigyáznak, különböző összefogások történnek, függetlenül attól, hogy lehet, hogy egy kiváló színész vagy kiváló rendező, de Hát nehéz ez, uh -huh. nehéz. És, a, és hogyha vége van, akkor tényleg vége van, mert akkor nem kell. Maximum, maximum viszont tudok válaszolni, ha akarok, de nem akarok. Most, ja, most meg a Jó. De ugye az imént volt egy filmmondata a 14 év után nem azért hagyta abba az igazgatóság a támadások miatt? Uh -huh. Tehát az, az, vagy az is közre játszott? Hát hogyne. Uh -huh. Hát amikor már belülről támadnak, akkor már még inkább. Uh -huh. uh -huh. Ja, hogy a egészségi állapotom miről színozolja? Amiatt? Nem, nem, kérdeztem, nem színoztam, ezt kérdeztem, ja. mert... Uh... Nézze, ugye ezzel a beszélgetést, és akkor visszatérek el. Amikor az ember megtudja azt, hogy elmegy az orvoshoz, és ott kivizsgálják, és kiderül, hogy egy olyan betegség van, amit meg kell operálni, és annak nincsen gyógyszere, illetve van nagyon sok gyógyszere, csak nem biztos, hogy neki az, akkor az én meg szeppen, hogy hub, hát ez eddig, eddig tartott, vagy meddig tart még. Ráadásul ez egy olyan a dolog, amit az onkológusok azt szoktak mondani, ez rapid dolog, és ez -e, az, az egy gyors dolog, azt mondják. És akkor akkor azt mondtam a feleségemnek, tedd meg nekem, hogyha van hozzá erőt, hogy eljössz velem, mert nem tudok odafigyelni arra, amit mond a, a, az orvos, nem nem. nem csak ilyenek merülnek föl, miért jó, miért, miért ne én, mikor annyi, mint. De, és akkor, akkor elkezdődött egy olyan, hogy kemoterápia, meg sugárkezelés, meg minden, aminek következtében történtek bizonyos dolgok. Na most ettől függetlenül az ember már 80 év felé közeledik, csak vannak különböző, itt fáj, ott fáj, hogy az azért van-e, vagy függetlenül mindentől. És hát ez nem egy könnyű dolog. És emellett még tedd meg azt, hogy maradsz két évig, és úgy jön rendben, ami a, mi a, azt a dolgunkat, amit nem közünk veled, de lehet, hogy azért hozzájárultunk egy kicsit a, a Egészségügyi állapotothoz, azt az, az még megteszed. És mivel, hát, ugye volt 7, akkor 4 évi volt a még 7, 11, 15, 19, és akkor 21. Csak annyira elszalad az idő, már magam se tudom, hogy tegnap mi volt de hát örülök. Egyrészt, hogy meghívott, örülök, hogy, hogy, hogy beszélgettünk, és örülök, hogy, hogy ezt így elmondtam. Ez nem jelenti azt, aki ezt hallja, vagy hogy én erről fogok beszélni. Nem beszélek többet, mert ezt se akartam, de valahogy, valahogy, már úgy éreztem, hogy bujkálok ezzel a, ezzel a bajommal. Hát nézzem, Látja, megtisztel, megtisztel, hogy olyan. elmondta. De, De ezt, ezt én érzékeltem, meg láttam, hogy, hogy valami hihetetlenül öm, bocsánat, ha rossz mondok, hogy olyan, olyan, olyan szemérmes, meg visszafogott, meg zárkózott, amikor a saját bajáról van szó. Hogy azt azt, azt, azt nem szereti elmondani. Hát azt, igen. azt valahogy nem reklámozza, nem, ember, nem, is nem be... szerepel vele, pedig lehetne, hát ugye igen. mindig azzal lehet uh, a legjobbat uh, szerepelni. Vannak, akik ezt csinálják, és annyira szánom őket, és sajnálom, és, és az orvosok, igen, nem, vagy nem csinálom, de azt csinálom, most mégis csinálom, de nem csinálom, szóval ez az orvosi, az orvosnak a hitelét is elveszi, mm -hmm. meg hogyha az ember nem bízik, és nem hisz, nem hisz abban, hogy hogy de hát van van ebből nem felépülés, nem felépülés, hanem hanem egy olyan olyan, hát életminőséggel való való, hát élet, amely amely elviselhető, mert van olyan, amikor már elviselhetetlen, és hát én annyi minden nézett, négy, 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 csodálatos fiúnokám van, annyi mindent csináltam az életben, annyi mindent már magánéletben is, annyi, annyi, lehetőségem volt, annyi szépséget láttam, és annyira nem csak a, nem csak a, a, szakbarbárként a színészet uralkozott nálam, hanem, hanem valahogy Valahogy szabadabb lelkű voltam, beengedtem minden. A legjobban az fájt, hogy soha nem kérdezte meg senki, akik ellenem beszélt, vagy ágált. Soha nem kérdezte meg, hogy te, vagy ült le, és azt mondja, hogy mi a gondom vele, az, hogy te, mert oda jutott rögtön a dolog, ahogy miért te, és miért nem én. Uh -huh. Erre nem lehet mit mondani. Hát most ez így jött ki. Most most én, azt eljön egy idő, amikor már majd te. De mert ez... eddig is az volt, hogy te. És ez a félelem, amiről beszélt, ez így, így, így el, elmúlt, vagy múlik önben? Mert azt mondja, hogy igazából így megtanul együtt élni, hanem is tökéletesen uh -huh. felgyógyultan. Vagy, ez vagy a félelem hogy az ez, megmarad. Ez, a, ez a olyan, hát annál annál valahogy komolyabb embernek tartom magam, hogy most ülök egy, egy fotelbe otthon, vagy a íróasztalom mögött, és ottan félek. Szóval hát tudomásul vettem, hogy ez van. Az reszkedhet, ugye, aki a bunkerbe ül, vagy, vagy oda bemennek, kiviszik, és a szemmel láttára lelövik a gyerekét, vagy nem tudom, mit meg, meg, egyáltalában. Uh -huh. És, és különböző olyan őtől -e teljesen függetlenül a hazáját megsemmisítik. Tehát uh -huh. az, mert, mert és, a, és látja, hogy miért csinálják, hogy el, eladják a fegyvereket, hogy hogy az egész üzlet, hogy én nem vagyok ebbe gyógyítandó személy, hanem a, én, ez, én a Kálló vagyok, aki elhullik. Uh -huh. Hát, uh -huh. rettenetes, rettenetes. Ja. Már igen, most a háborúra gondolok. Egyébként. A... Mindjárt erről is lesz még szó, csak egy pillanatot szeretnék Kérdezni, mert mondta, hogy a végén már belső támadás is érte, vagy belülről támadták, nem is tudom, hogy fogalmazok pontosan. Hát, igen. Ja, hogy... Igaz? Igen? Hogy mennyit. Ja, hogy már. Mennyi. Uh -huh. mennyi. uh -huh. Hát nyilván ez, ez előfordul, ilyen van, hogy hát, mások is. Ha már az igazgatásról szó volt, és szeretném, hogyha elhangozom, mert ezt még így ennyire uh, explicite, nyíltan nem mondtuk ki, de itt arról van szó, hogy ön ö, mindig is, egész életében egy konzervatív polgári értékrendet képviselt, ezt soha nem titkolta. 2002-ben pedig nyíltan vállalta azt is, hogy politikailag a Fidesz-szel szimpatizál, ha. és melléjük állt. Részt ha. is vett a kampányban, amikor ellenzékben voltak, akkor is kiállt mellettük, elment polgári körbe például. És hát nyilván ide vezethető vissza az a támadás sorozat, amit, ami, 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 ami önt érte. Na de, amikor már a második ciklusát töltötte Szolnokon, akkor pályázott a Víg Színházért is. És én ezt tudom, mert tudni lehetett, hogy az ön volt színész kollégái politikai hitvallástól és, és, és hovatartozástól függetlenül Euh, Lukács, Sándortól, Tahitót, Lászlóig mind azt szerették volna, hogy ön legyen az igazgató. Még ha ez nyilvánosságra nem is került ki. De önnel gondolom beszéltek erről. Hát igen. De, hát, de nem így történt. Nem így történt. De ők ezt szerették volna. Ez ezt szerették volna, de... És mit mondtak azt, hogy Péter, pályázom, pályázzál, nyilván tegeződtek, hmm. Péter, pályázzál, mert mi szeretnénk, mi mögötted vagyunk, mi támogatunk. Így van. Hát tulajdonképpen mindenki azt mondta, hogy pályázak. Uh -huh. Még a főpolgármester is. Uh -huh. Mert különben nem, adtam, nem is adtam volna be a pályázatot, hogy te ne pályálsz. Uh -huh. Ha azt mondják, ne pályálj, van ilyen, mert olyan erős a... a de mindenki azt látta, hogy vagy azt szerette volna, hogy olyan körülmények legyenek a vígszínházban, vagy más színházban, ha mondjuk ott, mint amelyek akkor voltak szólnokon. Hát, mert mert a jó út, nem volt azt mert, az, az idégig az ember, igen. Úgyhogy. Ez érthető. De hát. Igen, először megsemmisítették a pályázatot, hmm. aztán újra kértek és akkor viszont ön már nem indult, és így azon gondolkoztam, hogy, hogy... Mi lett volna, ha indul. In hát, meg hogy miért döntött végül is így, hiszen hiszen uh, szolnok, szolnok, önnek már volt ebben rutin, mert szolnokon már megnyerte nem csak a csatát, ott már a háborút is megnyerte igazából. De itt valami miatt azt mondta, hogy ezt most mégis ah. inkább elengedi valami miatt. Mi volt ennek az oka? Hát, én azt hiszem, hogy... hogy olyan fékeveszett társaság ö, jelentkezett a, az ellenzéknél, mondhatnám az akkori igazgatónő támogatása mellett hogy az már, az, már, az már nekem is egy kicsit sok, hogy mit, mit kép szóval mit képzelek, hogy minden, szóval mindent lehet, uh, hogy mondjam meg, anélkül, hogy az, azért bármi történt, bármi történik, a következmények nélkül. A következmények nélkül, de hát mondjuk ez, de azt kell, hogy mondjam, hogy politikai akarat nélkül, ezek a dolgok, nem csak az, az enyém, hanem bármi, már azok, azok nem, nem győzhetnek. Tehát, hogyha nincs egy olyan fokú, erős támogatottság amellett, hogy ez legyen, mert ez jó, mert, ez, mert nem, hiába, hiába ö, jobboldali közösségbe vagyunk benne, az is ezernyi ez ezennyi személyes ember tulajdonságot takarott. És nem, nem derül ki, uh -huh. mert ott el, elcsúszik valahogy el. És mert most, hogy, hogy a kultúra belül, tehát hogy a színházakban is lennének igen, olyan emberek, akik igen, az önértékrendjét osztják, akik igen, szintén konzervatív gondolkodásra. Igen, egészen addig, egészen addig osztják, amíg van abban a pillanatban, hogy fölmerül a kétség, hogy ez nem le, nem mindig van, nem, nem lesz, akkor már nem osztják. Tehát hm. nagyon érdekes ez, nagyon jó. Bár, Félnek hogyha, az emberek? Igazából az át, van megadta? Eltitkolják a emberek, valódi... Aha. Emberek. Emberek. Uh -huh. És ezzel a legszebb szót mondtam, és a leg csúfabbat is. <laughs> az éjjeli medegnédékhelyben medeg van, igen. ugye, az a nagy, nagy monolók, hogy az egyszerűs az ember, igen. Értem, tehát, hogyha egyszerűen, egyszerűen arról beszélünk, hogy, hogy a kultúra közege az olyan szinten átpolitizált, és annyira erős a baloldali hegemónia, még mindig, hogy, hogy egyszerűen ön azt tapasztalta, hogy azok a kollégái, akik esetleg ugyanúgy gondolkodnának, mint ön, de eltitkolták. Hmm. Vagy nem, nem mondták meg? De, hát nem. nem. Szóval olyan, az első alkalommal, mikor meg kellett ismételni, akkor az egyik kollégám azt mondta, hogy elment filmezni, és azt hitte, hogy, ja, ő azt hitte, hogy beküldheti a, a szabazatát. De közölték vele, hogy nem, nem küldheti be úgy a szök személyesen. Lehet. Ezért aztán eltitkolták. Uh -huh. Nem jött oda, és mondta az, hogy te, én beszartam, és nem akartam, uh -huh. <laughs> csak neked mondom, uh -huh. nem akartam menni, és ezt. Tűnt a legjobbnak, hogy... Milyen. Tehát amikor a színházat megkérdezték, hogy kit Igen. támogatnának, értem, mert ugye az is számított Igen. volna, hogy a társulat kit támogat, és akkor gyakorlatilag emiatt nem mertek ön mellett Igen. kiállni. Ez 14-be volt, ugye, Igen. vagy 13-a pontosabban, értem. Ö, korábban, most, hogyha visszafele haladok, volt, volt hasonló szituáció. Ö, 25 évet töltött ugye a Víg Színházban. Ö, én hallottam színészek köréből olyan anekdotát, hogy a rendszerváltás után, abban a színházban nem volt mondjuk szerencsés, ha valakinél egy magyar nemzetet láttak. Ó. Oh. Hát sok minden nem, persze. Természetesen. Ö, ö, ö. Ez az egész, egész a, a Vikszínházat általában dicsérni szoktuk, mert igen, igen, a nehéz korában, tehát az, ugye ebben a nehéz korban, hozzávetőlegesen szabadságot nyújtott a benn színészeknek, már említettem, olyan színdarabok játszásával, lehetőséggel, stb. Várkonyi vezetése által, aki egy ilyen könnyed ember volt, és tehát így könnyen lubickolt a színháza többiek mellett. De hát ott is működtek olyan erők, amelyeket, ha elkezdenének valaki ezzel komolyan foglalkozni, és úgy felgöngyölíteni, akkor, akkor kiderülne, hogy ki, miért, 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 miért minek, miért odaállt, miért nem ideált, és hogy is mondjam? Én szerintem az igazgatás aztán egy ilyen poszthumusz pálya, később majd mások eldöntik, hogy az jó volt-e, vagy volt-e benne jó, vagy nem tudom, milyen volt. Az a fajta szólnoki 14 év, mondjuk, mondjuk rá a 14 év, az jelzett valamit az én életemben biztosan, Életemnek egyik legmunkásabb, legszeretetteljesebb eh, színházi élete volt, és ezzel tulajdonképpen meg is kaptam azt, amit, amit ettől a pály, <kül> pályától elvár az ember, vagy remél, hogy meg fog kapni. Ennyi volt... Eh, és hát hál' Istennek még itt beszélgetünk. Hát persze, persze. Ö, igen, visszacsatolva erre a, a Vixházi korszakára, ugye amikor eljött 25 év után, akkor jól érzékelem én, hogy ez is közre játszott. Tehát a, a politika, nem tudom, ön, önnek milyen. Tehát, tehát volt konkrétan ilyen szituáció, amikor, amikor ön úgy érezte, hogy rossz szemmel nézik azt, hogy miért így gondolkodik a világról, ahogyan? Miért ez az értékrendje? Hát. Aztán... tulajdonképpen mindig, mindig-e? Szóval, hogy is mondjam, csak volt akkor még divat volt az, vagy nem divat, vagy, vagy lépten nyomon előfordult, hogy emberek beléptek egy, egy pártba, hogy azzal jelezzék, hogy ők oda tartoznak. Függetlenül attól, hogy nem tartoztak oda, két-három viszki után, meg ki is derült, hogy nem ők, de... Mikor voltak ilyen, ilyen, mi ez a. Ugye, a mikor a. hogy hívják el, kommunisták összeülnek és beszélgetnek. Pártaggyűlés, mm. igen, pártaggyűlés van, akkor jött az egyik egyébként nagyon kedves barátom, és mindig mondta, hogy aki ott volt, és akkor már egy kicsit be volt csicserálva, és akkor mondta, hogy te nem kapsz prémiumot. Mondta nekem, idáig zsugorodott a a, 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 pártaggyűlés, hogy ott azt mondták, hogy Hát Balázs megérdemelné, de hogy is mi, az nem érdemli meg, mert az nem, nem pártag, vagy nem tudom ő uh -huh. és, és mivel hát nagyon sokat dolgoztam, és a, a televízió, és a, a filmjár, és egyáltalában az olyan szabad dolgok, azoknak megfelelt, amit csináltam, és, és munkabíró voltam, és, és oda tudtam figyelni arra, amit ját, kellett csinálni, ezért hát, anyagilag, ez nagyon sokat számított, uh -huh. nagyon nagy mellékeresetem volt. Hát akkor még Sok... szerencse ezek szerint? Igen. Hogyha, ha egyébként megeresett volna egy tréfa. volt a, a vízirázba, emlékszem, hogy egyszer a, az igazgató azt mondta, hogy te milyen sokat dolgozol, nem csak én, hanem a Tomanek Nándor az dolgozott uh -huh. a legtöbbet és azt mondja, a Tomelek Nándi, és 42 tévéjátékba vettél, és te is, te is azért nem kapsz prémiumot, mert 40 vagy 39 tévéjátékban, hát mondom, igazgató hát azért megdolgoztam, hát az, az egy másik dolog, nem beszélj nekem, a másik meg egy fillét se keres, hát mondom, mit csináljak én? Hát mondom, akkor tessék elvenni, hogy egy ilyen jogsegéző hűzét nyissunk, Interest, és abba belefizetünk egy kis pénzt. Igen, hát az, az nagyon sokat számított, hogy, hogy ha nem, persze nem csak egyedül én, más is, ha mondjuk egy ilyen kapitalista viszonyok között élünk, akkor a, bár tényleg nem ö, panaszkodom, de, de hát az, fantasztikus, hogy milyen anyagi körülmények közé tudtunk volna, és tudtunk volna néhányan kerülni. De mivel egy gyönyörű házban lakom, amit felépítettünk, mivel hogy egy gyönyörű, csodálatos édenkertet varázsolt oda a feleségem, a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt, ahhoz, hogy szerető családomban négy unokám, ahhoz, hogy minden hát már eltávozó rokonomnak a sírját rendbe tudtam tenni, az, hogy, az, hogy most már békében és, és nagy figyelemmel kísérem a hátralevő időszakomat, ezt köszönöm szépen a jó Istennek, köszönöm a családomnak, és hát köszönöm elsősorban annak, hogy ilyen, ilyen vagyok, amilyen vagyok. Hát remélem, hogy tart még egy darabig. Én biztos vagyok benne, én biztos vagyok benne, hogy, hogy még nagyon sokáig fog, fog tartani. Egyébként, egyébként az, hogy jól érzi magát most, az látszik, de hát ezt azért csak meg kell kérdezni, hogy, hogy azért ennyi év, 55-56 év munka után, most nyugdíjba menni, ugye ez, ez, ez nem, nem hiányzik. A munka? Hát a, a, a művészet, a pálya. Nem, a... nem, nem nem. Nem, most nem. nem, nem. És mit szól ahhoz, hogyha az egyik unokája oda menne és azt mondaná hogy nagypapa? Én színész leszek, mint. Olyan csodálkoznék. Mert már volt ilyen. Uh, vasárnapi ebéd, amikor élénken tiltakoztak ezzel ellen, amely föltettem a kérdést. A legnagyobb unokám az 15 éves, hát most első gimnazista, na tudnám, mert most valahogy másként van, a legkisebb, meg 7 éves az elsőbe jár. Tehát ebbe a... Ebbe a, a, a bősnek, éven, igen. Így, igen, Nagyon édesek, és, és hát az nem jelenti azt, mert én például nem akartam hát színészetek sőt, elmenni, hanem, hanem mérnök. mérnök akartam mérnök. lenni, azt mondom, De mi adta <laughs> ezt a változást? Mert jó, azt, azt lehet tudni örül, hogy színész család, édesapja, nagynénye, színész, édesanyja, balettművész, ő foglalkozott művészettel, ha jól tudom, az építészi pályá felé, amikor kacsingatott, de az meg az irodalom volt. Tudom, hogy mm -hmm. írt például verseket is. Jó, És, de mi volt az a pillanat, amikor amikor egyszer csak mégis a színvészetire is beadta a jelentkezés. Miért? Hát könnyen ment ez. A nehezét az később, később. De mi volt az a gondolat önben, hogy egy, egyik reggel úgy kelt föl, hogy hát mégse költő leszek, mégse leszek. Rögtön a, az elején a korbüzi féle modern városépítési stílus olyan ellen érzést váltott ki a világ építészei uh -huh. között akkor, ami már akkor egy olyan volt, mint hogyha most azt mondom, hogy szólnak, színházat fogok nyitni. Tehát rosszat választottam, mert a, 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 azt szerettem volna lenni. Uh -huh. a, az a modern építészet igazán kíváncsi tett természetesen az antik, meg a reneszánsz építészet, meg stílusok iránt igen nagy vonzalmat éreztem, de hát az részeként fogtam föl ennek, a, ennek az egész szakmának, építészeti szakmának. És akkor egyszer csak most nagyon sokat kéne tanulni, vagy pedig bementem, és elmondtam azt a két verset, meg énekeltem együtt, és azt mondták, halihó, jaj, de jó. Hát akkor ezt válaszoltam. Hát, Azért ehhez egy nagy tehetség is kell, Hályan. nyilvánvalóan. Azért, hogy ez itt sikerüljön. Azért is kérdeztem, mit szólna, hogyha az unokája ezzel jönnének, az édesapja nagyon féltette önt. És ennek volt oka az, hogy az ő pályáját 56 nagyon keresztbe uh -huh. kerékbe tört, és neki ezért egy nagyon küzdelmes, nehéz élete volt. Mondta azt még a beszélgetésünk elején, hogy mennyire szeret ilyen témákkal foglalkozni. hogy ha politikáról van szó a színházban, azt szereti, hogyha például foglalkoznak egy korral, 56-tal, uh -huh. vagy trianonnal. Gondolom, hogy azért ismert az 56 az ön családjában ilyen szempontból nagyon milyen, tehát milyen belenyúlt az életükbe. Az édesapja, jól tudom, kiállt a forradalom mellett, és ezért hát kirúgták. Jó állása volt a rádióban, és emiatt kirúgták. Igen, hát ezem mindenkinek fölmondtak ott, nem csak apámnak csak aztán mindenkit visszavettek, csak apámat nem. nem, nem. Tehát, és, akkor láttam, hogy hogy, hogy szenved, és hogy, akar, hogy, akarná bebizonyítani azt, hogy neki a rádióban a helye, amit én, én viszont nem tartottam. Hát, mit, a fia voltam, és fiatal ember, tehát nem, nem, nem értettem meg ezt. Az, azt a lábamat be nem tettem volna, és uh -huh. so sok embert meg is bántottam, mert ők ott vélemény nyilvánítottak apuról, és a véleményemet ott nem tartottam. Hát fiatal voltam még uh -huh. nagyon. de. Mit mondtak például? 13 éves volt akkor, igaz? Igen. Majdnem meghalt egyébként, ennek nem politika volt az oka, hanem egy szerelem, ha jól tudom, hogy ki, uh. kiment az utcára, amikor lőttek. Jaj, Isten. <laughs> igen, oh, igen előtt. hát, akkor rózsadomban laktunk, az egy kis hmm. lánya, udvaroltam, már jártunk, hmm. vagy hogy mondták ezt akkor. Az, az, az csak hallom, hogy hú, van miért? Hullik a vakolat. Fölhajtottam a, a kabátom szélét, azt igyekeztem hazafelé. Hát lehet, hogy egy eltévedt sorozat, de tudja, ilyen, ilyen el, előfordul. Mit mondtak akkor? Ön kis, kamasz volt ezek Mi szerint akkor. Mit, mit mondott az édesapja, a szülei erről az egészről? Mennyire avatták be, mennyire védték? Mit lehet mondani arról egy, egy 13 éves fiúnak, hogy most hirtelen lőnek az utcán? Hát uh, részben azért, mert, mert apám a rádiónál dolgozott, és ott volt uh -huh. az első ilyen nagy, na, hát... Sortűz? Igen, miként? sortűz, és... De mivel én nagyon-nagyon, hogy mondja, más értelemben véve liberális eh, környezetben nőttem föl, és mindenről szó volt, és mindenről beszél, beszélni lehetett, sőt, anyám részéről ilyen felvilágosító munka történt, hogy ki micsoda, mert azért egy 13 éves gyerek még akkor is, hogyha koránál egy kicsikét van vénebb, tehát most azt az érzem, hogy, hogy verseket ír meg. A forradalom előtt egy évvel apámnak egy barátjával Egerbe nyaraltam, illetve lehívott oda, és ott voltam, és verseket kezdtem írni, és a hős egri bídőknek, hogy és, és, az, az volt az egyik versnek a lényege, hogy, vagy mondani valója, hogy mi, ha történne még egyszer ilyen, mi fiatalok ott állunk Eger vár hősi fokán, vagy nem tudom, vár falán. Tehát miért, miért gondolom én 12 éves koromban, az, hogy nekem meg kell vívni egy évvel forradalom előtt, amikor se egyetemista nem voltam, csak gimnáziumban jártam. <köhem> Vagy gimnáziumban? Hát lehet, Iztú, hogy még nem. Az általános iskolába általános iskolában jártam. Hát miért? Érdekes. Megértettem. Úgy megy. Hát, hát igen, aztán, úgy, mert nagyon, nagyon nagy, tényleg nagyon sokat olvastam, és nagyon szerettem a költőket, de az első intrádára Arany János meg Pető Sándor volt az, aki, aki azt a fajta, hogy mondjam, nép nemzeti költészetet eh, hát bolyította föl bennem, hogy én is megpróbáltam. Aztán már nem ilyet írtam, hanem sok másfajtát, de írtam például Kinisi Párról egy, egy minek hívják ezt, elbeszélő költemi, és csak egy részletet az hát, eszembe jut, azt mondja, el, leírom, hogy hogy néz ki a kinési porta, ezen kívül más már nem is igen látni, csak nagy ritkán egy fecskét erre alá szállni. No, meg volt egy köcsög az udvar régibe, a nap a színét már régóta elvitte. A lézkerítésre fordítva volt rakva, úgyhogy poszakját fönn, nyakát meg lent hordta. Törött volt a füle és sorba a szája, éppen készülődött át a más világra. És akkor a második énekbe visszatértem rá, hogy na nézd, a régi köcsök helyébe más raktak,

hogy ilyen ember lettem, amilyen lettem. Mm. Nem azt mondom, hogy ez, ez a kiválóság, a nagyszerűség non plus ultrája, de de hát ilyen lettem, és ez... ez... És hihetetlen memóriája van, hogy ah. ezt, ezt most felidézte. Hát, igen. Tehát akkor most tulajdonképpen nyugdíjas Balázs Péterrel beszélgetek. Hogy? hogy telik egy napja? Még ezt árulják. Hát, a helyzet az, hogy elolvastam a magyar nemzetet, <kül> utána kimentem a fürdőszobába, próbáltam megborotválkozni, nem tudom, hogy miért nem viszi le a borotva készüléke, akkor utána mondtam a feleségemnek, hogy, hogy lemehetek, azt mondja, már mennyi már fölmelegítettem én croissant, megettem két egy mm. kávéval, aztán mondta, hogy milyen ruhát szeretnék fölvenni. Hát mondom, szíved nekem mindegy. Nem hát, tudom, hogy milyen lesz, hogy vegyem föl ezt. Hát jó, mondom, akkor ezt fölveszem. <laughs> és akkor még leültem, és hányra jönnek, értem, fél, fél tizenegyre, vártam fél tizenegyig, ott volt a taxi, eljöttem, jól elbeszélgettünk, azóta itt beszélgetünk, most hazamegyek, levetkőzöm, és átvedlek a, hogy hívják, az otthoni ruhámba, és kimegyek a kertbe, mert nagyon szép, nagyon szép kert. Nagyon, és pontosan úgy csinálta meg a kertész, mert azért jár oda egy kertészint, úgyhogy olyan én koromnak megfelelően tudok rajta kertészkedni. Tehát nem az kell, hogy hogy megcsonkítsam a fát. Holnap jön egy, egy ember, aki segít egy nyírfát vagy nyár, nyírfát kivágni, mert így nőtt, így nőtt hogy uh -huh. feledni, és neki, neki dőlt a kerítésnek. Uh -huh. Az az lesz... Kerti olvasok. Olvas, a kertjével foglalkozik. Igen. Tulajdonképpen jó, nagyon jó ez így. Jó ez és, így, És, és például mondta, néha meglátogatnak a barátaim, e, színész és, és, nem színész barátaim szólnokról, és kérdezte a feleségem, hogy, hogy szóljak a, nem tudom én kinek, hogy jöjjenek, és mondtam, hogy miért valami le. Azt mondja, nem csak gondoltam, hogy szeretnél hogy, egy kicsit elbeszélgetni be. Mondom, te Csilla, nem szeretnék. ez lezáródott. Minek hallgatni az, hogy szegények ottan panaszkodnak, hogy akkor jobb volt most. De én nem tudok rajta, nem tudok rajta változtatni, és ezért, ezért meddő dolog. A, a legrosszabbnak viszont azt tartom, mert ez nem ehhez kapcsolódik, hogy hogy nem kívánok inni semmit. Nagyon ilyen jókedvű volt, vagy voltam, szerettem a bort, meg a pezsgőt, meg... és most nem kívánom, és na, az, hogy természetesen egy jó konyakot megittam, az hozzá, de az nem volt jellemző, csak, és most nem, nem kívánom. Inkább vizet kívánok, és meg olyan jó lenne, úgy érzem, hogy kellene, kellene egy kis uh -huh. kraft, mert, és nem, 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 nem bír lemenni. Uh -huh. Hát, azért, ez legyen a legnagyobb baj, ugye? Azért, ahogy így beszélgetek önnel, azt látom, hogy hogy azért van, van még kraft, van erő, és van életkedv is. Vigyázzon nagyon magára, nagyon-nagyon-nagyon sok évet kívánok még ilyen egészségben, Ó, mint most, meg még jobb egészségben, és nagyon köszönöm, hogy eljött hozzám. Köszönöm ezt. szépen, hogy meghívott.